Péntek délelőtti pillanatkép a Petőfi hídnál. Győr egyik legforgalmasabb átjáróját zárják le épp a szakemberek. Ahogy arról már a hét utolsó munkanapján beszámoltunk, nagyszabású munkálatok kezdődtek el a helyszínen, hiszen csaknem 15 éve nem esett át jelentősebb átalakuláson a híd. 2002 óta nem sok minden történt itt a híddal, most már a dilatációk olyan állapotba kerültek, hogy elkerülhetetlen egy-kettőnek a javítása. A Petőfi tér felüli oldalon már korábbi évben felújítottunk egyet, most pedig a belvárosi oldalon kerül sor egyre. Ezt még a lezárás előtt mondta híradónknak az útkezelő szervezet intézményvezető helyettese. Most pedig már így néz ki a felújított átjáró, az ígért időpontnál csak nem fél nappal korábban. Már szerda délután levették a szakemberek az útlezárást jelentő táblákat. Ez vélhetően a jó időnek is köszönhető, hiszen napközben legtöbbször száraz melegben dolgozhattak az útkezelő munkatársai. A közel 25 millió forint értékű fejlesztés során nem csupán a dilatációkat cserélték le, de apróbb burkolati hibákat is kijavítottak. Az autósok újra birtokba vehették tehát a forgalmas hidat, mely kiemelten fontos azoknak, akik Újváros, Sziget és Pinnyét felől mennek a belvárosba, vagy tovább az ipari parkba. A munkálatoknak köszönhetően vélhetően 10 évig nem kell újabb, hasonló mértékű lezárásra számítani.